megint az a kérdés, hogy teszek feljelentést, vagy nem teszek feljelentést, és utána nagyon ideges lettem, hogy ki az a beteg állat, aki ilyeneket írkál, és... Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz, ahogy a címből is láthatjátok, egy komoly témáról lesz szó. Megint egy olyan dolog történt, ami felbosszantott, és még én idegeskedek rajta, amikor más megint rosszat akart nekem. Hát ezt fogom nektek elmesélni, hogy mi történt. Szeretném, ha egy-két videós kolléga is látná ezt a videót, hát ha vele is megtörtént már ez az eset. Megint az a kérdés, hogy teszek feljelentést, vagy nem teszek feljelentést, ez lesz a videó ez ki fog derülni a videó végén. Képzeljétek el, az történt, hogy ugye a Ferikével megcsináltuk a tegnapi videót, még tegnap előtt. Ez jó. Ez jó hangzott, de logikus. Ugye nekem van egy Facebook oldalam, jött egy üzenet, hogy szia Dani, nézd, ezt csinálják a nevedben. Hát ugye a videósokkal előfordul az, hogy fake profilokat gyártanak róluk, meg ilyenek, ezzel nem is tudunk nagyon mit tenni, csak jelentjük őket, de képzeljétek el, hogy ez a fake profil, ide bevágom nektek a screenshotot, ezt írta egy 8 éves kislánynak, hát hogy valakinek ennyi esze legyen, gyerekek. Fú, nagyon mérges vagyok, ne haragudjatok. Felháborító, már az íráson is látszik, hogy az elég durva. Egy 8 éves kislánynak írták. Ezt egy anyuka posztolta, és köszönöm szépen azoknak az embereknek, akik rögtön rám írtak, és tudták, hogy ez egy fake profil, hogy nézd, Dani, ezt csinálják a nevedbe, gondoltam, szólok, úgyhogy köszönöm szépen. És utána nagyon ideges lettem, hogy ki az a beteg állat, aki ilyeneket írkál, és ne vicceljünk már. Hát ez álljon már meg a menet, és akkor ő utána kiposztolta a Facebook oldalamra, hogy legyenek szívesek, tiltsák ezt a profilt, mert ilyeneket írkál a kislányoknak. És nagyon sokan jelentették, egy 2-3 perc múlva be is zárták a fiókot, viszont egyetlen egy dolgon bukott meg a fiatal ember, ugye a nevet meg a képet átcserélte, ami a Facebook oldalon a kép, meg átírta, hogy Nasz Dani. De képzeljétek el, hogy ugye az ő profiljáról írta át ez a gyermek, 14 éves fiatal emberről van szó, az ő profiljáról és az URL címben ott volt a teljes neve. Plusz, hogyha ellinkeltem valakinek a Facebookot, akkor kiírta, hogy facebook.hu per, és ott volt a teljes neve. Ezt mondhatjuk gyerekcsínynek, de azért ennek is van egy határa, úgy gondolom, és utána, megvan minden bizonyíték, utána írtak nekem, aki ott lakik a faluba, felnőtt emberek, hogy igen, ez is ez a gyerek csinálja ezeket, és tönkre akarja tenni a hírnevemet, valami ilyesmi üzenet érkezett, és utána többen is írtak, hogy ez a gyerek ezt csinálja, és akkor én írtam ennek a fiatalembernek, hogy szia, mondom, ez nem játék, kiderült, hogy te vagy. Hát ilyet nem csinálunk. Múltkor már ugye elnéztem, és anyukám is mondta, hogy múltkor elnéztem, akkor most ne nézzem el ezt az egészet. Könyörgött nekem, hogy hát ne jelentsen fel, utána írtak a haverjai is, hogy beteg a gyerek, ne jelentsen fel. És utána ugye kezdődött az anyukával való beszélgetés, és képzeljétek el, hogy elküldtem minden screenshotot az anyukának. Még ő linkelte el a Facebookot, amire érkezett az üzenet. Mondom, hölgyem, ott van, hogy facebook.hu per ... a fiatalember neve. És azt mondta az anyuka, hogy még lehet, hogy én vagyok az, még kiderül meg, hogy én milyen, mert ilyeneket elkezdett nekem az anyuka írni. Mondom, gondolkozzon már egy kicsit, hölgyem. És akkor elküldtem azt is, hogy írtak nekem, hogy a nevembe ezeket csinálják. És akkor mondtam azt is, hogy írtak a falubeliek is, hogy ez a gyerek csinálja. Elküldtem a gyerekkel való beszélgetést, és akkor azt mondja az anyuka, hogy még kiderül, hogy én voltam az a kisfiú, aki ilyeneket írkált Nasz Dani nevébe. Ezt adjátok össze! Hát engem, hogyha fel lehet idegesíteni, nagyon ritkán, de nagyon rosszul voltam, gyerekek. És higgyétek el, hogy ez nekem nagyon rosszul esik, hogy én tényleg arra törekszek, hogy jót tegyek másokkal, segítsek másoknak, szórakoztassak, és valaki így akar engem tönkretenni, úgymond. Gyerekek, ez nem játék, és aki fake profilról írkál bármit, gyerekek, ennek következményei vannak. Úgyhogy erre szeretném, hogyha odafigyelnétek, mert ez nem játék. Úgyhogy ez történt, gyerekek,
tényleg én nagyon sajnálom, és még nekem kell magyarázkodni, hogy ilyen előfordulhat. Ennek a videónak az a tanulsága, hogy ha írtok a videósoknak, ugye, ha írtok a videósnak, vagy nagyobb celebnek, nem nagyon tudunk válaszolni. Tényleg rengeteg üzenet érkezik, de bizonyosodjatok már meg arról, hogy ez egy valódi Facebook-e, jó? Oké, meg Instagram, meg YouTube csatorna, jó? Erről meg kéne bizonyosodni, és ez hihetetlen számomra, hogy ilyen megtörténik, azért 14 évesen van annyi esze az embernek, hogy nem csinálunk ilyet, bevettek egy csoportba is, és ott a többi videóst is szítták, és nem tudják, hogy ennek milyen következményei lehetnek a gyerekek. Úgyhogy vállaljuk a felelősséget, gyerekek. Ugye úgy oldódott meg ez az egész, hogy az anyukai felhiggye. Mondtam a fiúnak, hogy most bocsánatot kérsz, és bevallod azt, hogy te írtál erről a Facebook profilról, és akkor ez esetben eltekintek a feljelentéstől, és leírta ezt az anyukának, és bocsánatot kért, elküldte nekem screenshotba, az is megvan, utoljára eltekintek az ilyentől. Én olyan ember vagyok, hogyha velem rosszat tesznek, akkor én nem fogok bosszút állni, nem fogok haragudni, de azért gondolkodjunk már egy kicsit. Úgyhogy ne haragudjatok, hogy el kellett készülni ennek a videónak. Ezek nagyon veszélyes dolgok, és figyeljünk már oda, és a gyerekek igenis tudják már, hogy nem csinálunk ilyet, jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, ne haragudjatok, mondom, hogy erről kell beszélni. Úgyhogy a történet vége az, hogy ez a fiatal ember írt az anyukának, bocsátot kért, utána az anyuka már ott elkérte a szülők nevét, innentől az ő dolguk, amúgy se lett volna. Hát annyi közöm van hozzá, hogy az én nevemben meg profilomban írtak ilyet egy kislánynak. Most azért álljon már meg a menet, ne haragudjatok, én erre nem tudok mit mondani. Úgyhogy az áldott jó szívemnek köszönhetően így oldottuk meg a problémát, nem teszek feljelentést, úgyhogy mindenki megnyugodhat, de ilyet nem csinálunk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy végigkísértétek, ezzel kapcsolatban nyugodtan írjátok le, amit gondoltok a komment szekcióba, úgyhogy mindenkinek további szép napot kívánok, bocsánat, hogy most ez a videó így sikerült, de még nekem kell magyarázkodni. További szép napot nektek, sziasztok!